Szép estét mindenkinek! Kicsit kalandos volt megtalálni talán a helyet. Lehet olyan volt, mint egy ilyen mesebeli próbák útja, hogy hogy lehet ide eljutni. Arra fogok kérni először mindenkit, hogy a mobiljára nézzen rá egy pillanatra, és az a legjobb, ha repülőgép üzemmódba teszi, mert mondjuk repülni fogunk messzire, vagy némítsa le, de ha a telefon nem tud olyan némaságot, ami teljesen csöndes és halk, hanem rezeg, akkor inkább zárja el, mert mesemondás közben, zene közben zavaró, hogyha rezeg a telefon. Én is megnézem még egyszer. Az enyémet. És az enyém némán van. Még egy kis technikai tudnivaló. Mesélni és zenélni fogunk. Én mesélek, Vaskor Gréta vagyok, Eszter, Tóth Eszter pedig zenél és énekel. Folyamatosan fog menni ez a folyamat, nem lesz közte szünet, nem kell tapsolni, hanem egyik meséből, egyik zenéből fogunk átlépni, egyik csendből a másik csendbe, egyik zenéből a csendbe, csendből a mesébe. Azt gondolom, hogy majd fogják látni, fogjátok látni, hogy mikor lesz vége. Lesz majd egy erős jelzés rá. Észre fogjátok venni, amikor vége lesz a folyamatnak. Az estről egy felvétel készül, de csak mi leszünk benne, tehát, hogy senki más nem lesz látható. Csak mi, meg a mese. Milyen tudnivalót fontos még elmondani. Szerintem minden. Jaj, hát Eszter sugg nekem, hogy hát mondjam, hogy a szerelemről fog szólni ez az este. Szerelemmesék a címe. Úgyhogy azzal készültünk, hogy olyan meséket hozunk nektek, ami így vagy úgy, a szerelemről, a kapcsolatról szól. Lesz benne magyar népmese, soha nem fogom a mese címét mondani. Majd a végén, ha valakit, illetve a végén mindig el szoktam mondani, de lesz benne magyar mese, finn mese, inuit mese, meg még egy magyar mese. Gyertek, gyertek, most még azért beszélek ennyit, hogy a késők már pedig késnek, és ide kalandosan meg tudjanak érkezni, le tudjanak ülni. Szóval a szerelemről fogunk mesélni, meg zenélni, énekelni, amint tudjuk, eléggé átkozott és eléggé gyötrelmes tud lenni. Majd a folyamat végén elmondom a címeket, a mese címeket, hogyha valakit érdekel. Azt szeretném kérdezni, hogy aki hátul ül, Adél, hallasz-e? Jól hallasz. Oké. Okay. Jó. Mert most ilyen mikroport csodával mesélek. És be kell hangolni. És csak bízni tudok, hogy ha iszom, akkor azt nem halljátok. És a cipőt is azért kellett levennem, mert én folyamatosan járkálok mese közben, és a cipőm hallatszott a mikroportba. Úgyhogy mezítláb kellett. Hát akkor induljunk ebbe a nagy birodalomba, a szerelem birodalmába, a kapcsolat birodalmába, mesékkel és zenével. Gyere, foglalj helyet, ide előre is lehet jönni, van még hely a földön,
elvétve itt-ottam ott. Okay. És hát mesélni gyertyával jó, élő fénnyel kell. Úgyhogy hívjuk ide a fényt. A meleget. És égjen ez a gyertya mindazokért, akik ezeket a meséket valaha elmondták. És égjen ez a gyertya mindazokért, akik ezeket a meséket meghallgatták. Égjen értetek, akik most meghallgatják és viszik majd a szívükben tovább. Mert a mese akkor él, hogyha mondják, és hogyha hallgatják. Igen, ez a gyertya a zenészért. És a mesélőért.
A világnak a végén, annak is a szélén. Élt egyszer egy szegény ember, és egy szegény asszony. Na, nem volt egyebük, csak 12 szép fiú gyermekük. És amikor a legidősebb olyan korba került, amikor a legények házasodni kívántak, hát odaállt az apja elé, és így szólott hozzá: apám, meg akarok házasodni. Elmegyek, keresek magamnak feleséget. És a legény elindult. Tarisznyát vett a vállára, tedd bele pogácsát. És ment. Ment hegyen által. Ment völgyen által. És bármerre ment, mindegyre azt mondta: ó, bárcsak lenne már feleségem. Ó, bárcsak lenne már feleségem. És ahogy ment a legény, hát egy sűrű erdőbe ért. És ott is csak mondta egyre: ó, bárcsak lenne már feleségem. Bárcsak lenne már feleségem. Na hát meghallotta ezt egy öreg asszony. Elég csúnya asszony volt. Egy szeme volt. Az is itt a homloka közepén. Nagy görbe orra. Két lapát füle. És megszólította a legényt. Hát a legény, a feleségkel, gyere velem! Aztán megfogta a legényt, és elvitte a házába. Az nem is tudott semmit tenni. És amikor a legény belépett a házba, hát ott látott az asztal mellett 12 egyforma leányt. Na de hát azok pont úgy néztek ki, mint az az asszony. Egy szemük volt. Pont a homlokuk közepén. Aztán volt egy görbe orruk, meg két lapát fülük. Ugye szépek a leányaim, mondta az asszony. Ha válasz közülük feleséget. Hát, szépek. Szépnek szépek. Olyan szépek, hogy nem is tudok választani közülük. Jól van, mondta az asszony, majd holnap, akkor választasz. Hát a legény azt mondta magának, hangosan nem merte, mert az asszony megette volna. Jaj, de hogy választok? Hát innen hogy tudok majd megszabadulni? Aztán eljött az este, lefeküdt a legény. Oda behúzódott egy sarokba. Aztán el is szundikált. Aztán úgy éjfél tájt. Megjelent előtte egy gyönyörűséges leány. Olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Megszólította a legényt. Tudod-e, hogy a boszorkány házába kerültél? De ne félj! Én is itt vagyok a leányai között. Mert a boszorkánynak csak 11 leánya van. És engem pedig elrabolt apámtól, a vasvári királytól 12-nek. Aztán átkot tett rám. Minden nap egy órára visszanyerhetem igaz valómat, való szépségemet. De hogyha engem választasz, akkor megtöröd a varázslatot. Azt mondta a legény, hogy jó, persze, hogy téged választalak, de hát hogy foglak téged megismerni? Majd nézd meg jól minket. És amelyik lánynak egy fehér szál van a szempillájában, az leszek majd én.
Ennyit mondott a leány, és eltűnt. Aztán másnap a legény odáll a lányok elé, mind a 12-en, ott álltak előtte. Nézi őket, nézi. Hát bizony az egyiknek egy fehér szál van a szempillájában. És akkor azt mondja, ő lesz az én feleségem, őt választom. Hát a legrosszabbat választottad. Na nem baj, majd holnap. Majd holnap választasz egy jobbat, mondta az öreg asszony. Aztán eljött az éjszaka. És megint megjelent a csodálatos és gyönyörű leány. És azt mondta a legénynek, sietnem kell, mert a boszorkány résen van. Holnap azt a lányt válaszd, akinek egy kicsi piros folt van a fülcimpáján. Az leszek én. Ennyit mondott a leány, és eltűnt. Aztán másnap reggel ott állnak a lányok, mind a 12-en. Mind a 12-nek egy fehér szál van a szempillájában. Nézi a legény őket, és az egyiknek egy pici piros folt van a fülcimpáján. És akkor azt mondja, őt választom, ő lesz az én feleségem. Már megint a legrosszabbat választottad, mondta a boszorkány. Nem baj, majd holnap választasz egy jobbat. Aztán eljött az éjszaka. A legény már várta a gyönyörű leányt. Az meg is jelent. A legény ölelte, csókolt. Jaj, szívemnek édes szép szerelme. Miért vagy olyan szomorú? Hát most már holnap téged választanak. Akkor miénk lesz a világ? Jaj, szívemnek édes szép szerelme. Én már bizony több jelet neked nem adhatok. Holnap magadnak kell kitalálni, hogy én ki vagyok. Ennyit mondott a leány, és eltűnt. És eltűnt. Jaj, hogy válasszam őt? Hogy találjam ki, gondolkodott a legény, le sem hunyta a szemét. Aztán másnap reggel fölállt elé a 12 leány. Mind a 12-nek egy fehér szál volt a szempillájában. Mind a 12-nek egy pici piros folt volt a fülcimpáján. És akkor a legény odaállt mindegyik elé, és a szemébe nézett. És mindegyik lány szeme nevetett, mosolygott. És akkor a legény tovább lépett, és odaállt a következő elé, annak is a szemébe nézett. Annak is a szeme nevetett, mosolygott, hogy majd őt választja. És így ment tovább. Aztán meglátta, hogy az egyik lánynak a szemében egy könny csillog, a szeme szomorú. És akkor a legény odaállt elé, megfogta a kezét, és azt mondta, téged választalak. Szívemnek szép szerelme. Legyél te a feleségem. És átölelt a leányt. Na hát abban a pillanatban a leányról lehullott a varázslat. És ott állt valódi szépségében, igaz valójában. Na hát, ha megfogták egymás kezét, el sem engedték. És futottak ki a házból, futottak
ahogy a lábuk bírta. Csak futottak. A boszorkány meg utánuk. Na de hát, erős, fiatal lábuk volt. Aztán ki is futottak az erdőből. Ott meg véget ért a boszorkány hatalma. Aztán hazafutottak a legény házába. És ott egymásé lettek. Lakodalmat csaptak. És boldogan éltek. Amíg meg nem haltak. A gerkán, jövő évnek tavaszán, visszajönnék a nyarán, darú szűrű paripán. Átjössz rózsám, átbizé, visszajössz-e úgy bizé, ha te elmégy, én is el. Miért maradnék tőled el? Átimennék a murán, jövő évnek tavaszán, visszajönnék a nyarán, darú szűrű paripán. Átjössz rózsám, átbizé, átimennék átbizé, ha te elmégy, én is el. Miért nem mennék véled el? Miért nem mennék? Miért nem mennék? Miért nem mennék véled el? Miért nem mennék? Miért nem mennék? Miért nem mennék véled el? Miért nem mennék? Miért nem mennék? Miért nem mennék véled el? A vasverő Ilmarinen, a híres nevezetes kovács, éppen a vasat hevítette, és a parazsat szította. Amikor műhelyében
belépett szomszédnője, és így szólt hozzá. Hely, Ilmarinen, ha te tudnád, amit én tudok. Hely, Ilmarinen, ha te tudnád, amit én tudok, hát nem hevítenéd a vasat, nem szítanád a parazsat. Hely, Ilmarinen, ha te tudnád, amit én tudok, hanem indulnál hosszú útra. No hát, mondjad, néném, mondjad gyorsan. Hadd hevítsem a vasat, hadd szítsam a parazsat, szép nyugodtan. No hát, Ilmarinen, nem lesz nyugodásod, ha megtudod, amit én tudok. Mert kérők indulnak ördög király palotájába. Két deli legény csónakba szállt, és indulnak kéretni fürtös hajú, fehér arcú, szép Katerinádat, rég választott szép mátkádat. Hát nem lesz maradásod, indulsz nyomban. Ilmarinen a sarokba hajította a vasrudat, s rögtön hazaszaladt. Szólította édesanyját, anyám, anyám, készíts nekem fürdőt, forró fürdőt, gőze szálljon magasra. Legyen olyan, mint az izzó rész és az izzó vas. Hadd tudja meg országvilág, fürdőbe megy Ilmarinen. Anyám, édesanyám, hát kérők indulnak, rég választott szép mátkámhoz, szép Katerinához. Készítsd elő patyolatfehér ingemet, készítsd elő feszes posztónadrágomat, kékkel szegett vörös mentémet. Indulok én is, ördög király udvarába. Elkészült a fürdő, szállt a gőze magasan. Aztán Ilmarinen tisztára mosta kormos arcát, szikrázóra fényesre szemét. Ünneplőbe öltözött, s hívta öreg szolgáit. Szolgáim, készítsétek elő 3 nyarat élt jeles csikómat, s fogjátok be a számba. És térültek, fordultak a szolgák. Felszerszámozták a 3 nyarat élt jeles csikót, és befogták az iratos számba. Aztán Ilmarinen odaállt anyja elé, és így szólt. Anyám, édesanyám, add rám áldásodat, hosszú útra indulok. És anyja áldását adta rá, és aranyalmájának nevezte, és egyetlen kincsének. Aztán, mikor megölelte, egy könycsepp gördült ki a szeméből, és akkor besietett a házba, hogy senki ne lássa bánatát. És Ilmarinen fölült a számra. És indult a 3 nyarat élt jeles csikajával. Indult a tenger felé. És hajtotta a csikót, és repült a szán. Repült a tengerpart fövenyén. Aztán repült a tenger fölött. Csak úgy súrogott, burogott a levegő. De a tengervize nem érte a patkót. A tajték nem érte a szántalpat. Aztán Ilmarinen utolérte a 2 evezőst. Utolértes kicsinyég, el is hagyta. Utolértes kicsinyég, el is hagyta a 2 evezőst, és a tenger túlpartján ördög király várának magos ablakából Katerina kinézett. És meglátta a 3 kérőt. Aztán szaladt az apjához, és szólt neki. Apám,
Édesapám, három kérő jön kéretni. Jól van, mondta az ördög király, jól van, édes lányom, majd meglátjuk, hogy melyik lesz méltó a te kezedre. Hát meg is érkezett a három kérő. Meghajtották magukat ördög király előtt, az tisztességgel megvendégelte őket. Aztán megkérdezte. No hát, mit akartok, mit kívántok? És mindegyik elmondta, hogy bizony Katerina kezéért jöttek. Jól van, mondta az ördög király, jól van. Azért lesz a lányom keze, aki kiáll három próbát. Aki igazán akarja a lányom kezét, az fölszántja kígyós kertem földjét, fölszántja és fölboronálja. De mezít láb szántsa. Mezít láb szántsa azt a földet, amely fölszántatlan, munkálatlan, mióta világ a világ. Hát a két csónakon érkezett kérő azt mondta, hát ki hallott már olyat, hogy kígyós kertbe mezít láb menni. Na ők ugyan nem teszik. Úgyhogy szégyen szemre elkullogtak. No, de nem így Ilmarinen. Levette a lábáról puha bőrcsizmáját, lehúzta harisnyáját, és az ekellé fogta három nyarat élt jeles csikaját. És elkezdte szántani a kígyós kertet, és miközben szántott, egy varázsdalt énekelt. Szánt boronál Ilmarinen, pusztuljatok kígyók innen, nekem közétek nyomom, mérgetek, nem ér fel hozzám. Pusztuljatok kígyók innen, szánt boronál Ilmarinen. Ezt mondta, ezt a varázsdalt énekelte, miközben szántott és boronált, és ott tekergőzgettek a lába körül a kígyók. De egy sem ért a lábához, egy sem marta meg. Föl is szántotta a kertet, és ment a kígyó az ördög király elé. Fölszántottam a kígyós kertet, föl is boronáltam, adod-e a lányod kezét? Hát dehogy adom, mondta az ördög király, hát még hátra van két próba. A második legyen a következő. Mire lenyugszik a nap? Szérűs kertem közepében egy kék tó csillogjon. Benne nagy halak úszkáljanak, s kis halak ficánkoljanak. Oda ment a szérűs kertbe Ilmarinen, s beállt pont a közepébe. És elkezdte varázsdalát énekelni. És csak énekelt, és énekelt. Fönt az égen, te vörös napocska. No hát, kicsinyég még maradj ott a magasban. Én a kert közepébe állok, és ide most egy tavat varázslok. Kék tóvize, csillogjon, hullámozzon. És ezt motyogta, ezt énekelte, ezt varázsolta Ilmarinen. És mire véget ért a dal, ott volt a kék tó, ott csillogott a vize. És benne nagy halak lomhán úszkáltak, és kicsik pedig ficánkoltak. Na, ördög király, mondta Ilmarinen, ott van a szérűs kertet közepében a tó. Adod-e a lányod kezét? Na dehogy adom, mondta az ördög király, még van egy próba, a harmadik. Ha azt kiállod, akkor tied lesz a lányom.
Tengerpart fövenyében. Egy nagy nehéz vasveretes láda van elrejtve. Abban van szép Katarina jegyajándéka. Mennyasszonyi ruhája. Keresd meg, s hozd haza. Na akkor, tied a lányom keze. Akkor Ilmarinen el is indult le a tengerpartra. Járta a fövenyt, gázolt benne, kereste a ládát, de sehol nem találta. Akkor aztán látott három szép leányt, ott játszottak. És Ilmarinen hozzájuk lépett, s így szólt hozzájuk. Fehér arcú szép leányok. Hát tudjátok-e, hol van a vasveretes nehéz láda? Benne szép Katarina jegyajándéka. Ó, te szegény Ilmarinen, mondták a lányok. Hát az bizony, te meg nem találod. Mert ezt a ládát Ukko Untamó tudja, hogy hol van. Az bizony neked, el nem mondja. Ilmarinen fogta magát, s elment Ukko Untamó várához. S ott belesett az ablakon. Hát Ukko Untamó, a legóriásabb óriás, ott aludt bent a szobájában, a szobájának a küszöbén. És akkor Ilmarinen egy ugrással bent termett a szobába, s egy nagyot kiáltott. Hey, Ukko Untamó, mondd meg nekem, hol van a nehéz vasveretű láda? Ukko Untamó fölébredt. Megdörzsölte a szemét, és így szólt. Hely, Ilmarinen, te vasverő kovács, hogyha ide, a nyelvem hegyére ugrasz, és ott egy táncot lejtesz, akkor megmondom, hol van az a nehéz vasveretű láda. Ilmarinen egy nagy lendületet vett, és éppen az óriás nyelvére ugrott. És elkezdett ugrándozni, táncolni. Táncolt, ugrált Ilmarinen. Ukko Untamó pedig kitátotta a száját. Álcottak a fogai, olyan hatalmas fogai voltak, mint a karom. Na de hát álnok óriás volt ő. Aztán fogta magát, és lenyelte Ilmarinent. Ilmarinen nem ijedt meg ott, az óriás gyomrában, hanem levette zekéjét, levette nadrágját, levette patyolatfehér ingjét. S levágta róla a fém csatokat. Aztán az inge ujjából fújtatót készített. Egyik kezét harapófogónak használta, másikat pedig pörölykalapácsnak, a térdét pedig üllőnek, és a levett csatokból elkezdte ütni, kalapálni a sasmadarat. S ütötte, kalapálta, kovácsolta a sasmadarat. És mikor elkészült vele, akkor elkezdett egy varázsdalt énekelni. Énekelte varázsdalát. Hely, hely, te tüzes sasmadaram. Kelj életre, szállj magasan, vas csöröddel, vas lábattal, tépjed és marjad, Ukko Untamó gyomrát. Szállj magasan. És csak mondta a varázsdalt, a varázséneket, és mire végére ért, a sasmadár kiterjesztette szárnyát, és elkezdett repkedni Ukko Untamó gyomrában. Repült, és vascsőrével, vaskarmával tépte szakította Ukko Untamó gyomrát.
Ukountamo pedig kiáltott, üvöltött fájdalmában. Hé, Ilmarinen! Gyere föl, gyere ide vissza a nyelvemre! Elárulom neked, hol van az a nehéz vasveretes láda, csak hagyd abba, ne bánts többé! Akkor Ilmarinen fölült a sasmadár hátára, s fölrepült egyenesen az óriás nyelvére. Ilmarinen, menjél a tengerpart fövenyére. Ott látsz majd három szép leányt. Ott ülnek a tengerpart fövenyén. Ahol ülnek, pont ott van elásva a vasveretű nehéz láda. Ilmarinen ekkor leszállt a sasmadárról, és útjára eresztette. Elrepült egészen a napig. Ő pedig elindult gyalogosan a tengerpartra. És ott meg is látta a három leányt, éppen játszottak. Ültek a földön, úgy, mint te. Aztán így szólt hozzájuk Ilmarinen. Ó, fehér arcú szép leányok, keljetek föl, mert ahol ültök, ott van elásva a vasveretű nehéz láda. A leányok föl is keltek, és Ilmarinen leásott a tengerpart fövenyében, s megtalálta a nehéz vasveretű ládát. Vállára vette, és vitte az ördög király házába. És akkor, mikor az ördög király meglátta a ládát, így szólt. Jól van, Ilmarinen, teljesítetted a három próbát. Tied a lányom keze. Kivették a ládából a jegyajándékot, a mennyasszonyi ruhát, Katarina fölöltözött bele, és nagy lakodalmat csaptak. Aztán Ilmarinen feleségével együtt felszállt az iratosszámba, és indultak hazafele, Ilmarinen otthonába. Repült a szán, húzta a három nyarat élt jeles csikó a szánt. A sötét vizek, s néma habok felett. Repült a szán, csak úgy surogott, burogott a levegő. Aztán rájuk esteledett, ott, a tenger közepén. Na de Ilmarinen egy varázsdalt énekelt. S varázsdalával egy szigetet teremtett. És a szigeten megpihent a jeles csikó, az iratosszán. Megpihent Ilmarinen és asszonya szép Katarina. Aztán, mikor hajnal lett, Ilmarinen felriadt, és maga mellé nézett, és nem volt ott szép Katarina. Ilmarinen lesietett a tengerpartra, s ott megszámolta a kacsákat, hófehér kacsák voltak, és azt látta, hogy egyel többen vannak, mint tegnap este. És akkor a legszebbnek így szólt. Ó, szép Katarina, hát miért bújdokolsz előlem? Miért bújsz hófehér kacsák közé? Gyere vissza hozzám! De Katarina nem tért vissza Ilmarinenhez. Akkor hát Ilmarinen egy varázsdalt kezdett énekelni. Énekelte varázsdalát. Ti kacsák, Katarinát közületek kivessétek, feleségem hozzám visszatérjen. És kérte a kacsákat, hogy közülük kivessék asszonyát. És akkor a legszebb, legfehérebb kacsa Katarinává változott. Újra felültek az iratos számba, s elindultak. Elindultak hazafelé.
repült a szán, csak úgy surrogott, burogott a levegő, repültek. Aztán újra rájuk esteledett. És ott a tenger közepén, Ilmarinen, varázsdalával egy új szigetet teremtett. És megpihent rajta a ló, a három nyarat élt jeles csikó, az iratosszán, és megpihent rajta Katarina és Ilmarinen. És hajnalban, mikor Ilmarinen felkelt, hát nem találta Katarinát. Vesietett a tengerpartra, és megszámolta a tengerpart köveit. És látta, hogy egyel több van, mint tegnap való este. És a legfényesebbnek, legszebbnek azt mondta, jaj, Katarina, gyere vissza hozzám, Katarina. Miért bújsz kövek közé? Miért válsz kővé? Gyere vissza hozzám. De Katarina nem változott vissza asszonnyá. Akkor Ilmarinen újabb varázsdalba kezdett. És varázsolta a köveket. És hívta a kövek közül Katarinát. Ó, ti fehér kövek, vessétek ki magatokból Katarinát. Ilmarinen szavára, a vasverő parancsára. És mire végére ért a varázslatnak, Katarina visszaváltozott. De Ilmarinen szívét harag járta át, és így szólt Katarinához. Én, te érted, annyi mindent kiáltam. Én, te érted, három próbát megjártam. És te mégis futsz előlem, bújsz előlem, kacsák közé, s kövekké változol. Menj hát, eredj utadra. Repülj mindig a sötét habok felett, a végtelen vizek felett, szálljál, mindig szálljál széllel szembe, s hozzám vissza soha ne találj. És mire ezt kimondta, Katarina hófehér sirállyá változott. És szétterjesztette szárnyát, és széllel szembe állt, és szállt, örökkön örökké, míg világ a világ, széllel szembe szállt. És akkor Ilmarinen villámgyorsan hazahajtott. Szíve nehéz volt. És otthon volt egyedül, magányosan. És akkor azt gondolta, hogy kovácsol magának asszonyt. És vasból, és részből, és aranyból kovácsolt magának asszonyt. És nézte a vasból, részből és aranyból kovácsolt asszonyt. Nézte, és azt mondta. Szép ez az asszony, bár nem olyan szép, mint Katarina.
Szép ez az asszony. Hát jó is. Kedves is. De néma. Ajkát nem hagyja el édes szó. Akkor aztán eljött az este. És ágyat vetett. Sejmet. És lefektette asszonyát. A vasból, részből, aranyból kovácsoltat. És maga pedig mellé feküdt. Egyik kezét az asszonyra tette. A másikat pedig saját mellkasára, és így aludtak el. Aztán másnap reggel, mikor Ilmarinen fölkelt, hát iszonyodva látta, hogy az a keze, amin az asszony volt, jéggé dermedt. És akkor Ilmarinen így sóhajtott. Senki nem kovácsolhat magának asszonyt. Magára marad az, aki nem őrzi meg rég választott, aki nem őrzi meg rég választott mátkáját. És akkor Ilmarinen elkezdte énekelni utolsó varázsdalát. Nem kell nekem vasból asszony, nem kell nekem részből asszony, aranyból sem kellhet asszony, de kell nekem húsvér lelkes asszony. Gyere haza, Katarina! Gyere haza, fürtös hajú! Gyere haza, fehér arcú, sirály képében ne szálljál, széllel, széllel. Gyere, várlak. És akkor a végtelen vizek és a sötét tenger felett a sirály meghallotta a varázsdalt. Meghallotta, és szélirányba fordult. És szállt, repült a széllel. Szállt, repült a széllel Ilmarinen hajlékába. És ottan Ilmarinen küszöbére szállt. És mire a varázsdal véget ért, a sirály levette tórruháját, és ott állt a küszöbön, fürtös hajú, fehér arcú, szép Katarina. És ott állt vele szembe Ilmarinen, a vasverő kovács. Ott álltak, és megfogták egymás kezét. És éltek. Boldogan. Így volt. Nem az a rúzsa, kék is kell.
Amikor az Úristen megteremtette Ádámot, hát igencsak gyönyörködött benne, és adott neki mindent. De látta, hogy Ádám szomorú. Akkor bement a kamrájába. Ezt megnézte, hogy maradt-e még valami a világ teremtéséből. Nem maradt még egy-két dolog, nem sok. Hát maradt a macska ravasságából. Maradt az őzike szelítségéből, meg a nyúlnak a félénkségéből, a kígyónak a simulékonyságából. Maradt a tigrisnek a kegyetlenségéből. Aztán maradt a madárkák cserfességéből. Meg a bagoly bölcsességéből, a nád hajlékonyságából, meg a szélvihar dühéből. Aztán ezeket mindegybe gyúrta. Na de hát az még nem volt elég, úgyhogy Ádámot elaltatta. Aztán a bordájából egy kicsi darabkát kivett, és még azt is belegyúrta, és megformázta Évát. Aztán oda tette az alvó Ádám mellé. És leste, hogy mi lesz. És akkor Ádám felkelt. És észrevette Évát. És elkezdte kerülgetni. Tetszett neki Éva, igen, csak tetszett. Évácska meg csak ott ült, és pillogott a szemecskéivel. Ártatlanul. És Ádám addig-addig kerülgette, míg egész közel nem ért hozzá, és aztán, hát játszódni kezdtek. Volt nagy öröm, nagy öröm. Aztán eltelt egy hét, és Évácska kicsit mogorva lett. Nem nagyon tetszett neki ez, meg az. No, ezt szóvá is tette. Aztán Ádám egy ideig tűrt, és visszament az Úristenhez. Azt mondta neki, Uram Istenem, vedd vissza Évát, hát megbolondulok tőle. Az Úristen kicsit összeráncolta a homlokát, de visszavette Évát, hiszen Úristen ő. Ádám jött-ment a világba. Hát de elég unalmas volt egyedül. Csak tengetlengett ide-oda. Hiányzott neki Éva. Akkor újra elment az Úristenhez, és visszakérte Évát. Úristen visszaadta. Hát volt nagy öröm. Egy hétig. Akkor aztán Ádám újra elment az Úristenhez, és mondta neki, hogy Uram Istenem, vedd vissza Évát. Hát nem bírom. Ha megöl. Jó van, mondta az Úristen, s visszavette Évát. De aztán volt, ahogy volt, Ádám megint elment az Úristenhez, mert nem bírta Éva nélkül,
és kérte őt, sőt könyörgött, hogy adja vissza neki Évát. Az Úristen visszaadta. Tényleg örültek egymásnak. Aztán két nap múlva Ádám megint ment az Úristenhez. Uram, teremtőm, vedd vissza Évát. Nem veszem. Uram, teremtőm, hát vedd vissza Évát, mert megöl a nyelvivel. Hadd öljön, mondta az Úristen. Jegyezzétek meg, mostantól te is tűrjél neki egy kicsikét. És ő is tűrjön neked egy kicsikét. Te is engedjél neki egy kicsikét, és ő is engedjen neked egy kicsikét. Mert tudd meg, vele nem mindig jó, de nélküle sokkal rosszabb. Akkor aztán Ádám megfogta Éva kezét, Éva meg Ádám kezét, és elkullogtak, fejet lehajtva. Na hát bizony azóta van, hogy együtt nem mindig jó, de egymás nélkül sokkal rosszabb. Nem ízlejem, mert nem vagyok a fene, nem akarlak megenni, csak a szemet kivenni. Áj, na 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 na. Moncidai menyecskék, ugrálnak, mint a kecskék, szeretőjük mindig más, az úruk csak ráadás. Áj, na 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 na. Áj, na 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 na. Viszik, viszik a szilvát, válogatják a magját, én is ettem belőle, szerelmes lettem tőle. Áj, na 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 na. Áj, na 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 na. Boncidai híd alatt, leány a legény alatt, azért feküdt alája, viszketett a... Áj, na 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 na. Thank you.
Azt már senki nem tudja, hogy mi történt. Senki nem emlékszik rá, hogy miért. Hogy miért cipelte fel az apa a leányát a sziklára. Talán valami bűnt követett el. Vagy mérges lett rá. Ezt már nem tudhatjuk. Elég az hozzá, hogy az apa megfogta a leányt, fölvitte a sziklára, és a tengerbe taszította. S a leány teste süllyedt, süllyedt egyre lejjebb a jéghideg habokba. Aztán halak lakmároztak a húsából. Letisztították a csontról a húst. És egy idő után már csak a hófehér csontvász hevert a tenger alján. De Szedna, a tengerek asszonya, nem hagyta magára. Kegyes volt hozzá. Csontjai között hénár nőtt. Aztán koponyájába pedig rákocskák költöztek. S bordáik között apró halak úszkáltak. Szemüregébe pedig apró korall költözött. És ott élt lent a mélyben. Ott élt lent a mélyben csontvázasszony. A tenger apró élőlényeivel. Aztán eltelt egy kis idő, ki tudja mennyi. A helyiek nem jártak abba az öbölbe halászni. Azt mondták, hogy szellem járt a hely. De aztán egy másik faluból egy ifjú halász tévedt oda. Ő erről nem tudott semmit. És kivetette ott a horkát. És hát ez a horog mi másba is akadhatott volna bele, mint csontvázasszonyba. Ó, most nagy halat fogtam. Most megfogtam, gondolta a fiú. És a tenger tajtékot vetett, és hullámozni kezdett. Mert lent a mélyben csontvázasszony küszködött, ki akart szabadulni a zsinórból. De minél inkább küszködött, annál jobban belegabajodott. És a halász húzta, húzta egyre feljebb, ellenállhatatlanul, fel a felszínre. És közben arra gondolt, hogy mekkora hal lehet, mekkora halat fogott ki. És majd milyen sokáig jó lesz, elég lesz a falubelieknek, és mennyi ideig nem kell majd neki halászni járni. És akkor aztán megfordult, hogy elővegye hálóját. És nem láthatta a víz fölé emelkedő csupasz fejet. Koponyából előbukkanó hófehér fogakat, és a fogakon megbúvó apró rákokat. Mindezt nem látta. És a csontváz éles metszőfogával a csónakba harapott. És akkor a férfi megfordult,
és meglátta őt. Jaj, sikoltotta. Jaj, sikoltotta, és a térdére esett. És fogta az evezőjét, és lelökte a csontvázat a csónakról, és majd megfordult, és eszeveszett irammal a part felé kezdett evezni. Jaj, sikoltotta közben, jaj, jaj. És evezett, evezett, ahogy csak tudott. És nem látta, hogy a zsinórján ott van. Ott húzza maga mögött a csontvázat. Majd mikor elérte a partot, akkor fogta horgászbottyát, és partra ugrott, és rohant a tundrán. És húzta maga mögött a csontvázat. De csak rohant. Átgázolt a száradni kitett halakon, és akkor a csontváz kinyúlt, és egy halat megfogott. És arra gondolt, hogy időtlen idők óta nem evett már. És elkezdte enni a halat. De a férfi csak rohant. Csizmája elrongyolódott. És aztán megérkezett a kunyhójához. Ott négy kézlábra vetette magát, és átmászott az alagúton. És amikor megérkezett a kunyhója belsejébe, lihegve elterült. S sírt, és azt mondta, ó, hála az Istennek. Ó, hála az Istennek, hála a hollónak, biztonságban vagyok. Ó, hála az Istennek, hála a hollónak, és hála az áldásosztó szednának, végre biztonságban vagyok. És aztán elővette bálna olajlámpáját, és meggyújtotta. És akkor észrevette ott azt a valamit, amelyik ott a hópadlóján feküdt. Egyik lába a vállánál, a másik pedig a mellkasánál, összegubancolódva. Később a férfi nem tudta megmondani, hogy mi történt. Talán a tűzfénye enyhítette a látványt. Talán azért történt, mert magányos férfi volt. Minden esetre valami végtelen jóság szállta meg, és kinyújtotta a kezét a csontváz felé. És mint anya a gyermekét, így szólt hozzá. Nana. Nana. És elkezdte szép óvatosan lefejteni a csontvázról a horgászsinort. Először a lábait szabadította ki, aztán haladt egyre feljebb, a bokákat, a térdeket. És közben mondta, hogy na-na-na, na-na-na. Egész éjjel dolgozott. És amikor elkészült, akkor a csontokat összerakta, emberformájúra rendezte, és betakarta szörmékkel. Aztán haját vágta, és a haját a lámpába dobta, hogy még nagyobb láng legyen. És elkezdte feltekerni a horgászsinort, elkezdte beolajozni horgászbottya fáját, és miközben dolgozott, néha-néha a csontváz felé pillantott. Az meg sem mert mozdulni, meg sem mert szólalni. Attól félt, hogy a férfi megharagszik rá, és akkor kivonszolja, és ledobja a szikláról, és csontjai törnek. Aztán a férfi elfáradt, és lefeküdt aludni. Álmában tudja ezt mindenki. Néha egy könycsepp jelenik meg az alvó szemében. Azt nem tudjuk, hogy milyen álom okozhatja.
Csak annyit tudunk, hogy fájdalmas vagy vágyakozó álom lehet. Hát ez történt a férfival is. Egy könycsepp jelent meg a szemében. A tűzfényében csontvázasszony meglátta ezt a könycseppet csillogni. És rájött, hogy időtlen idők óta nem ivott már. És szomjas. És csörögve, zörögve, odakúszott az alvó férfihez. És ajkát a könycsepre illesztette. És ivott. Ivott. Az az egy kis könycsepp akkorára duzzadt, mint egy hatalmas folyó. És csontvázasszony a szomját oltotta. Majd a férfi melléből kivette a szívét, ezt a hatalmas dobot, és megdöngette. Bom, bom. És miközben dobolt, énekelt. És énekelt. Azt énekelte. Hús, hús. Hús, hús. És miközben énekelt, csontjai megteltek hússal. És jó erős kezekért énekelt. És tiszta szemekért énekelt. És hosszú hajért énekelt. És mellekért énekelt. És a lába közötti melegségért énekelt. És mindazért énekelt, amiért egy asszonynak szüksége van. És mikor készen állt, akkor leénekelte a férfival a ruhát. És akkor visszatette a szívet, ezt a hatalmas dobot a férfi mellkasába. És a férfi felébredt. A bőrük összeért. És összefonódtak egy jó, egy új, egy egész éjszakán át tartó ölelésben. Az emberek nem tudják, hogy mi volt az asszony korábbi szomorú sorsa. Csak annyit tudnak, hogy innentől kezdve ez a férfi és ez az asszony együtt élt. És jól tartották őket, azok a teremtmények, amit az asszony a víz alatti élete során ismert meg. Az emberek csak ennyit tudnak. És én is csak ennyit mondhatok nektek.
Én szép kedvesem én, mit nem cselekednék? Tűzön, vizen kéne, mégis által mennék. Tenger fenekérő, igaz gyöngyöt szednék. Abból a rózsámnak gyöngykoszorút kötnék. Vékony a pókháló, mégis megtart engem. Csak egy hajszálacskán hozzád ránthatsz engem. Csak egy hajszálacskán hozzád ránthatsz engem. Néha nagyon nehéz egymással. De még nehezebb egymás nélkül. Köszönjük szépen. Az első egy magyar népmese volt, amit hallgattatok. A Boszorkány lányai. A másik egy finn mese volt, ami lehet, hogy valamelyikőtök bizonyos részeit vagy neveit Kalevalából felismerte, de ez egy népmese volt, és itt más volt. Ilmarinen története, mint ami a Kalevalában van. A harmadik mese, Szkóka Rozália gyűjtötte, egy magyar teremtés történet, teremtés mese volt. Kicsit beleszőve innen, onnan, amonnan más motívum. És a harmadik, hát mondanám inuit, de azt gondolom ebbe azért van beleírva a mese volt, de a Farkasokkal futó asszonyok című könyvben található ez a mese. Úgyhogy utaztunk a szerelem kapcsolatok vizén és világán, és Eszter pedig magyar dalokat énekelt, népdalokat és saját improvizációkat. Köszönjük, hogy voltatok, hogy megtaláltátok ezt a helyet. Nem olyan nehéz, de elsőre nem olyan könnyű. És fogjuk majd folytatni. Mert vannak még meséink.
sok-sok mesénk. És lehet, hogy legközelebb olyan meséket mondunk, amiben több lesz a női főszereplő, most inkább férfiak. Mentek és küzdöttek. Úgyhogy folytatás következik. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Szép estét nektek. Köszönjük. Kicsit... Köszönöm szépen Pogának, hogy fölvette a...